10000-szer ütöttek a harcművészek a levegőbe szombaton az 5-ös számú általános iskola tornatermében. Több stílus képviselői, mesterek és tanítványaik, illetve civilek is részt vettek a tiszteletadáson. A harcművészek bármilyen stílus, akár legyen koreai, akár japán, kínai, bármilyen, mi egy nagy család vagyunk. Tehát ilyenkor az is nagyon jó, hogy összejönnek az olyan emberek, akik csak messziről találkoznak egymással, összefognak a stílusok, megismerkedhetnek egymással a mesterek, a tanítványok, és ebből szokott olyan is következni, utána egész sűrűn eljárkálunk a többi mester edzésére. Tehát ez egy nagy család, egy nagy összejövetel. A kimondott célja a rendezvényünknek az, hogy tiszteletet adjunk az elhunyt társainknak, mestereinknek, nagymestereknek, illetve a másod célja inkább ennek a rendezvénynek, hogy van egy a Bujutsu Kaisen Ryu-ban egy kislány, egy 10 éves kislány, aki súlyos tüdőbetegségben szenved, és az ő felépülésében, illetve gyógyításában próbálunk neki segíteni. A kislány megsegítésére a bejáratnál elhelyezett dobozban gyűjtötték az adományokat, amit később átnyújtottak a családjának. Horváth Riárd polgármester szerint példaértékű az az összefogás, amit a 10000 ütés napján tapasztalt. Az életben számos dolog van emberként, amely áthatja az életünket, akár a szeretet, a lojalitás vagy az együvé tartozás, és természetesen a verseny, a harc íze, vagy akár a győzelem vagy a vereség íze is benne van ebben. És azok a célok, amelyeket ők megfogalmaztak, azok igen tiszteletre méltó célok, hiszen az együvé tartozást hangsúlyozzák, független attól, hogy ki milyen klubban végzi a tevékenységét, most egy közös cél érdekében fogtak össze, és egy közös cél érdekében vannak itt a mai nap folyamán. 2000-es évvel adták le az ütéseket a harcművészek, a szünetekben a Mohito Salsa Tánciskola szórakoztatta jelenlévőket.